Ami most következik, az egy nagyon érdekes dolog. Domokos Pál Péter észrevette azt, hogy az egyik Mozart téma, egyik divertimentónak a témája, egyik tételének a témája, az megtalálható a Barkóczi kódexben. Másrészt pedig kiderült, hogy a Barkóczi kódexnek ugyanez a dallama, ez megtalálható Erdélyben, többek között éppen az emlegetett Székfaluban, Székvárosban. Ott ez egy sűrű tempó, tehát egy legényes táncnak a zenéje, itt pedig egy kontratánc, a kontratáncnak ugyanolyan jellege van, mint a legényesnek, ugyanaz a szerkezete, előkerül egy sor, akkor azt megismételjük, előkerül egy másik sor, azt is megismételjük, előkerül egy harmadik sor, azt is megismételjük, és így áll elő ez a szerkezete mindegyiknek. A sorok azok rögzített hosszúak, négy darab, négy-négyes ütem, és így a két dolog egymásra rímel, ugyanazt a kort, ugyanazt a tánc elképzelést őrzi a Mozart kotta és ennek a falunak a zenéje.